2 másodperc. Jó estét kívánok mindenkinek! Szóval is tettel, a délelőtti internet ingadozás miatt igazából nem sikerült befejeznem egy lendülettel a felfedezést. Az volt terve, csak aztán végül nem úgy sült el. Úgyhogy most fogjuk befejezni, remélem, hogy a hang minden fasza. Most lettem észre, hogy én lehet, hogy beleénekeltem az intróba, mert nem volt lenémítva a mikrofon. Nem baj, ilyen sem volt, még most már ilyen is lesz. Úgyhogy beleugrunk a mély vízbe. Nem mondom, hogy egyszerű, mert azért van baj, bőven. Akad itt azért egy probléma Alaszkába. Á, szia Imi! Köszi szépen, köszi, hogy átnéztél. Metaxa átvezényelt ide, hogy feliratkozz. Úristen, srácok! Köszi szépen, tényleg. Nagyon királyok vagytok. Vezény szóra átjött mindenki. Sokat segít, köszönöm szépen. Jaj, szuper jó. Na, el is felejtettem, hogy mit akartam mondani, meg miről beszéltem. Ja, igen, tehát ezekkel a járművekkel azért még itt eléggé meg vagyok lőve helyenként. Nem azt mondom, hogy lehetetlen közlekedni. De hát ez azért nem is a legkönnyebb, na. Úgyhogy van vele baj bőven. Nem szeretek egyszerre streamelni így, de az a baj, én is csak ritkán érek rá. Úristen! Hány golyó? Ez ugyanaz a személy vagy? Kétszer vagy? Vagy csak teljesen véletlen? Multi akkunttal followos. Jó, nem baj, köszi nálam, legalább gyarapítod a létszámot. Ez nagyon sokat segít, tényleg. Olyan közel visztek itt a célokhoz, hogy... Még a végén tényleg... monetizálható csatornát csináltok nekem. Most elindultam nagy vakon itt bele a világba. Aztán igazából... be kellett majd jelölni, hogy hova, merre tartok. Akkor te egyszerre tudod növelni két akkunttal a Metaxának, meg nekem is a statját? Nagyon király, köszönöm neki innen is, hogyha esetleg visszamentek hozzá, akkor nem sértődök meg, de mondjátok neki, hogy köszönöm szépen.
Milyen állat, tök jó. Nagyon zsír. Ja, logikus, jogos. Nagyon királyek vagytok, köszönöm szépen. És mondom Metaxának is még egyszer, hogy köszi. Na, itt már ki kell találni, hogy merre megyek. Nem kell kitalálni egyenesen előre. Hogy volt a izébe? A Shrekbe. Ígérem, meghálálom, ha még találkozunk, vagy ha nem felejtem el. De hát itt összesodor minket a szél ezen a platformon azért, lépten nyomon. Úgyhogy nincs mese. Amúgy, ha már így van, vagytok még itt esetleg. Ez a facecamos dolog, ez most mennyire menő, hogy most akkor tényleg kell, nem kell? Már én úgyis csak akkor fogom megcsinálni majd, hogyha mondom már esetleg itt kiépül a rendszer. Nagy asztallal, stb.vel, csak hogy... Dob rajta sokat, vagy igazából nem feltétel? Mert én ezt olyan nehezen tudom eldönteni. Részben olyan játékoknál... Igen, én ezt értem, csak olyan játékoknál, ahol igazából nem... Tehát, amikor ez bejött anno, ez a fészkamolás, akkor ugye a horror játékokat nyomatták vele izomból, és teljesen megértem, hogy miért. Mert oda kellett. Tehát egész egyszerűen oda muszáj volt, hogy lássák az emberek a reakciót. Nagyon kell. Na, picsába, akkor csak kell szereznem egyet. Aztán maximum, nem tudom, majd látszódni fog a rumli. Mert rend az nincs. Azt nem mondom, hogy nem szeretem a rendet, csak hogy így van egy minimum, amit így meghagyok a kupinak. Mert sokat gondolkodtam rajta, csak nem tudtam mihez méretezni a dolgot, hogy most mikor lépjen meg, mikor ne. És én azt hittem, hogy igazából ez csak az akkor fontos, hogyha már baromi sokan kíváncsiak rá. De te mit csinálsz? Normális vagy? Nem kéne itt megborulni. Bár igaz, hogy minden streamben kötelező a borulás. Ezt most már gyakorlatilag nem is tudom, hanyadik stream óta tartom ezt a tendenciát. De az nem azt jelenti, hogy az első 10 percben meg kell ejteni. Majd akkor meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Én úgy voltam vele sokáig, most na, én úgy vagyok vele, hogy alapvetően, hogy ha azzal, hogy itten röfögök itt a mikrofonba, azzal is ide tudok kötni embereket, akkor az ugye, hogy az úgy elég. De én értem a mai világot, hogy a trend az mindenképpen archoz akar kötődni. És alapvetően valamilyen szempontból igazából van egy varázsa. Tehát azért Metaxánál pont ez a jó, hogy azért nála is igazából jó. Akkor majd csinálok ilyen rage quitet, szétverek egy asztalt, vagy nem tudom. Meg kell válogatni, milyen játékokkal játszok, és akkor nem lesz rage. De majd akkor kipróbáljuk. Nem mondom, hogy a jövő hónapban, de majd így szép fokozatosan mondom. Igazából lehet, hogy most a jövő hónapban megcsinálom ezt az asztalcserét, mert ki kéne dobálni innen nagyon sok mindent az útból, és nagyon sok mindent kéne itt átépíteni. Mondjuk a kábelek azok pont elérnek mindenhova. Azt se ártana, hogyha elérnék valami nagyobb netet, mert akkor lehet, hogy tényleg kimenne a kép normálisan. Akkor is, ha többen vagyunk itthon. Mint láthatod, szarul, de büszkén. Szia! Szia, megcsút! Éppen Metax a támogatását élvezem. Illetve az a téma, hogy mikor szerezzek webcamot.
mert nem vagyok egészen határozott. Nem vagyok elkötelezve annyira. Szia Balog Dávid! Jaj, de jó, hogy ilyen sokan itt vagytok. Nagyon király. Próbálkozunk Alaszkával igazából, az a lényeg. Hát, ja, úgy amennyire tudunk. Most például pont sem ennyire. Úgyhogy csigába, de haladunk. Aztán majd kell keresni ide valami járművet, ami jobb egy kicsit ezeknél, mert tényleg lehet, hogy ezzel így nem leszek tartós. Csak az a baj, hogy nem is tudom mennyi pénzem van, 130-40 ezer. És igazából nem sok mindenre elég. Tehát, hogy így, ja. Persze, meg nem akadtunk. Ja, a vaksötét éjszakában pont olyan vagyok, mint akkoriban a fény. Itt most meg kéne tudni, hogy merre vagyok arccal. Még mindig egyenesen? Ja, itt jó, itt átférek. Igazából ezen a térképen ez lesz az utolsó torony, és a másikon, az utolsón, oda meg úgy kéne valahogy átvergődni, hogy konkrétan itt kinyitni előtte még itt az átjárót. De lehet, hogy ezt újra tervezzük, és inkább átmegyünk a másik térképen keresztbe kasul, és akkor úgy közelítjük meg az utolsó térképet. Jaj, itt kipróbáltam, hogy megy-e gyorsabban. Megy. Ha megyen. Megy ez, mint az állat. Nagyon király. Egész eddig. Aztán úgy gondolta, hogy annyira mégse. Ja, mert a faág, jó van. Ez a voice dolog, amit tényleg itt ajánlottatok, ez jó pofa, ez jónak tűnik, csak én a hülye maximalizmusommal valószínűleg nagyon sokáig tartana, mire üzembe helyezném. De ez a mixitap, vagy mi az Isten, amivel ugye a Metaxa is időzíti a Discordra a dolgokat, az se hülyeség. Ezek jó dolgok, jó tippek. Pont annyival van előttem, hogy ezeket úgy érdemes megfogadni. Mert egy kicsit talán olyan interaktálhatóbbnak tűnik. Hát nem csak tűnik, hanem interaktívabb maga a felület. Én azt hittem, ezeket csak akkor lehet ilyen frankon beállítgatni, ha már ugye a Twitch térképére rákerült-e. Ja, igazából ügyes. Tehát gyakorlatilag majdnem egy időbe kezdtük. Jó, persze nekem nincs annyi időm. Tehát azért az, hogy ő neki minden hétköznap izé megy. Igen, ki tudok szállni, meginni cigi kávé, aztán úgy tovább, mert nem kapkodja el. Jó, nem áruljuk el neki. Nagyon jó egyébként, én nagyon élvezem ezt a társaságot, ami így összesodoródott, mert alapvetően nagyon jó társaság, tehát hogy tényleg olyan egybe van. Ja, hát el kell mondanom, nekem csak az a bajom ezzel, hogy hiába szeretem csinálni, arra az, hogy ilyen egy hét után egy hétre kiesek. Nincs olyan, hogy vén ember. Ezt a múltkor már egyszer megbeszéltük. Itt föl kéne mennek? Ah, oda föl kéne menjek. Úgyis mindenki annyi idős, amennyinek érzi magát. Igen, tapasztalt fiatal. Az jó napot, munkatapasztalat, 30 év, de hát maga még csak 28 éves, nem baj, túlóráztam. Most leállítottam, nem azt a gombot kellett volna megnyomni. Úgy, elindulunk itt főfele, hát ha leborulok.
Nem, most az a tervem egyébként, hogyha összejönne az, amit tervezek a jövő hónapba, akkor lehet, hogy beruháznék valami mobil hordozható assetra, tehát ilyen streaming felszerelésre, és akkor frankon hurcibálnám magammal, mert akkor lehet, hogy esténként én is ilyen 2 órákra be tudnék jelentkezni. És az tök OP lenne, hogyha azt úgy tudnám tartani. Az úgy önmagamnak is kellemes eredmény lenne. Wow, milyen jó néz ki innen is a minden. Hol az a, ott van, jó van. Plug the stack track. Úgy jöhet a observation. És itt is le van szakadva ez a cső, de konkrétan, ja, ez biztos küldetés, mi, hogy... Úha, ahogy megyek végig a térképeken, úgy nyílnak meg a cuccok. Az úgy jó. De hol az a... Ja, itt egy hidas dolog. Itt vissza kéne menni szerintem. Ja, azt tűnik okos dolognak. Itt visszamenni, és akkor itt ezt is legalább a faktorit is felfedezni. Meg akkor ezt a hídnak a... Hogy is hívják el is? Aktiválni questet. Ezt meg lehet, hogy kivenni innen, mert rohadtul idegesít, hogy őszinte legyek. Köszönöm. Majd össze kell vadászni a raklap téglákat, ez nagyon izgalmas lesz. Megnézzük a izét, a fotómódot, hogy tudok-e én. Hát, nem olyan nagyon kimagasló. Ja, igen. Ezt Pipi tegnap összefoglalta nekem kőkeményen. Melyik sárga jelzés? Azok a karikák? Ott úgy neked kell manuálisba megkeresni az elszóródott rakományt. De eljöttünk vagy kettő mellett, tehát hogy igazából nem egy halálvész, csak... Csak talán nem is egyszerű, mert ugye hozod a darust, de nem mindenhol tudsz vele úgy letalpalni, hogy ne boruljon fel, szóval... Ilyen, hát körülményes tud lenni, hogyha az ember elbassza, maradjunk annyiba. És akkor most nekem itt, hát én szerintem ezzel itt át tudok valahol vágni. Ugye keresünk valami jó helyet hozzá. Az jó volt. Nem tudom, hogy minden streambe kell borulni, de nem ilyen korán. Valamikor, amikor már fáradok, akkor már esetleg belefér, de... De most konkrétan utánfutóval átvágni itt ezeken a bokrosokon... Az nem lesz semmi. Inkább főborul, mint hogy guruljon, de nem baj. Itt most az lenne a jó... Aha, ez így mondjuk jó lenne. Siker. Megfordultunk. No, és akkor... hát itt jön az a nagyon izgalmas rész, hogy én itt megpróbálok átmászni. Ott szerintem lehet, hogy lesz is. Ne fesd az ördököt a falra, semmi baj nem történt. Még. Még nem. Majd most fog, hogyha itt megpróbálok átmenni, figyeld meg. Főleg, hogy megakadtunk. De hogy akadtunk meg, csak szép lassan haladunk. Ez itt nem fog átférni. Itt fogadjunk, hogy itt pont nem fog átférni. Ez messzebbről nagyobbnak tűnt ez a lik. Ott elő talán. Hát ott elő talán inkább. Csak hátrafele nem tudom magamat. De meg tudom húzni magamat hátrafele. Csak fő ne ráncson, mert az cink. Uff. Mondom, fő ne ráncson, erre beakad.
nincs is annál jobb, mint amikor csörlő így gondol egyet, és így beragad. De egyébként nem tudom, ezt másnál is csinálja, hogy így beragad a csörlő? Gondol egyet, aztán nem akar kikapcsolni? Vagy lehet, hogy másik oldalon kellett volna próbálkozni? Pedig jó lenne itt valahol átmászni, mert akkor nem kéne mindent is megkerülni. Csak ez önmagában is elég nagy feladat, nem, hogy még így utánfutóval. Meg ilyen balfasszögből. Nem akartam feltétlenül letépni, de... Hogy elnézem, itt lesz... Hello? Ez így nem biztos, hogy tuti jó. De ott van valami... Mit látott ott? Valami kis felt, hát ezt azonnal eltépi. Akkor ezt úgy oldjuk meg, hogy sehogy. Na, igazándiból még jó is lehetne, ha tudnék még valamit okozni, de szerintem... Mi van akkor, ha ezt kötjük oda a nagy fához? Úgy. Sose volt ilyen jó, sokkot is kaptál. Nagyon király. Na, igazából úton vagyunk, vagy valami olyasmi. Csak ezt ne felejtsük el, hogy még egyszer nem kell átjönni. Meg igazából erre ha nem muszáj, nem akarok még egyszer jönni, mert borzalmas volt. Semmi jó nem volt benne. Én nekem egyébként még elrepülni ilyen bugok miatt nem sikerült, azt hiszem. Röpködtek már körülöttem táblák. Ja, mint Finga gatyába, úgy elfértünk. Körülbelül, igen. Így volt ez tervezve, teljesen jó volt. Látod, már repülünk is. Elképzelhetetlen sebességre kapcsoltunk. Na, ott is egy adag tégla, látod? Na, ezeket jelölte a karika. Ezeket neki kell itt darúzni. Mert az ugye tök jó dolog. De minden pályát megtöm ilyen izékkel, ilyen küldetésekkel amúgy. Szedd össze azt. Aha, egyenesen. És akkor ide kijövünk. Mondjuk nincs ezzel baj, legalább nem unalmas, tehát hogy... Tele van szóra minden mindennel. Egy rakás feladat, meg hasonlók. Igazából nem kell megjelölni, mert ha megnézed, látod a térképen. Tehát ha én most, melyik volt az? Itt van Building Materials, és akkor ha így belezoomolsz, itt van egy például, látszik. Ott van még egy, meg ott a harmadik. Tehát, hogy igazából nem kell ezeket megjelölni, mert ahogy leaktiválod a taskot, onnantól kezdve gyakorlatilag meg lespawnolja a dolgokat, és látszik, tehát nem... Gyakorlatilag nem lehet elbaszni, mert megtalálni könnyű, csak ugye föl kell darúzni őket, tehát hogy... Itt is pontosan az a jó az egészből, hogy ugye három egységnyi áru, ugye azért szopás, mert ugye vagy egy sima platóssal jössz úgy darúzol, vagy vonszolsz magad után valami nagyobb szart, és akkor arra próbálod meg feldarúzni, tehát hogy nem egyszerű. Viszont itt ezt a küldetést, ezt így fölvesszük. Ezt is felvesszük. Úgy, né. Ja nem, ez már fő van véve. Azt a mecskos mindenit. Ja, mert innen már fővettem. Akkor Plunk the Stuck Truck. Ajha, ott is van valami lenne a bozótba. Szedjed összefele. Úgy körbe megyünk, ezt meglessük, hogy mi van. Itt nincs utánfutó sehol, ugye? De hogy nincs, ott van egyben hátul. Itt bújke. Nagy reparálós. Dög. Úgy, 30 XP, köszöntöm szépen. A viszontlátásra. És itt visszatoljuk. Utánfutóval, meg ilyenek, így kígyózva, hogy jó legyen. Ezt lehet, hogy kormánya amúgy, ez mondjuk lehet, hogy tényleg jobban manőverezhető lenne az ilyen dolgok.
mert sokkal finomabban lehetne szerintem eszközölni a témát. Tapasztalatból mondom, mert ugye ma voltam vezetni végül. Igazából azért kellett elszaladnom itthonról, mert fölhívtak, hogy amúgy nem akartam menni. Én meg ez a, miért az ma van? És így, ja, hát, de. Úgyhogy nem volt semmi mutatvány. Hát rende, persze, ez azért kell egy mondjuk egy ilyenizés, ilyen érzékeny, aminek van mondjuk egy 900-as fordulási szöge, tehát ilyen másfelett balra, másfelett jobbra. Hát a versenykormányok azok is jók lehetnek, csak ugye azzal meg neked kell nagyon finoman bánni, hogy ilyen tényleg ilyen nagyon, nagyon óvatosan korrigálni, hogy jó legyen. Ha véletlenül röcög a stream, azonnal sikítsatok, vagy valaki sikítson, hogy álljunk le, mert annak aztán nincsen izéje. Nincs értelme, hogy szenvedjünk. Aha, az ott jó helyen van lent. Szerintem az ott el is lesz egy darabig, mert hogy mi az Istennel húzom ki itt. Kéne valami. Ja, hát igen, az a baj, hogy én nekem is volt még kis, nagyon kis csikókoromba. Gagyi kormányom. Azzal nagyon körülményes volt, az gyakorlatilag olyan volt, hogy ha elfordítottam egy bizonyos fokig, akkor tökig alászette. Tehát az nem is igazán volt kormány, az csak egy ilyen kormánynak álcázott kontroller volt, és semmi egyéb. Igazából sokkal körülményesebb volt, mint kellett volna, hogy legyen. De hát mindegy. Utána volt nekem is G25-ösöm Logitech-től. Azt nagyon imádtam. Csak az a baj, hogy hát az évek során azért idővel szépen leputtyant a izé róla. Ezt majd innen lehet, hogy el kell rakni az útból, mert útban lesz. Na, mondjuk most már jobban néz ki. Most legalább keresztben áll. A izé ment nekem szét benne egyszer. Nem állítottam át a villanymotorokat. Besültek a villanymotorok, aztán utána meg a váltónak az érzékelői mentek gajra. Tehát, hogy nem is tudom, 30-ért vettem, és 25-öket ráköltöttem, hogy valami legyen. Ez melyik block tunnel? Trakód le ezt, és akkor ez hogyan működik? Ezt úgy kéne valahogy, hogy ez megy a North Pole-ba. Tehát nekünk az mindenképpen jó lenne. Mert ugye most nekem innen vissza kéne menni, ha itt visszamegyek Mountain Riverbe, akkor ugye telibe egyenesen át kellene húzni a mapon, hogy Pedro Bay-be jussunk. Viszont, hogyha most fogom a kocsit, és összeszedem valahogy a felszerelést, akkor nem kéne annyit forogni. Mert ugye itt meg itt van a Western Star, amivel vontatni egyébként így ebben a formában nem lehet. Mert konkrétan rossz a felépítmény rajta. Ezt vissza kell majd építeni szerintem nyergesre, vagy nem tudom, mert így félig használható csak. Mi kell nekem? Azt mondja, innen tudok fővenni. Azt. Tudok fővenni kis csöveket. A kis, nem tudom, a méretét. Úgyhogy ez ilyen nem tudom, majd meglátjuk. Oda, hogy jutok be egyáltalán? Ja, már tudom, innen lentről. The Broken Bridge-hez... Ezt nem vettük fel a küldetést? Aha, ehhez meg egy rakás minden más kell. Nagyon király. Hát ez sehogy nem lesz egyszerű, hogy elnézem. A warehouse-hoz talán itt is van egy út. Pedig ezt mindenképpen jó lenne ugye elsőre megcsinálni, hogy az alagutak járhatók legyenek. Vagy szarunk rá, azt elkezdjük megcsinálgatni a hidakat, aztán majd sorra kerül. Szerintem azt amellett fogok dönteni, úgyhogy itt visszamegyünk Mountain Riverbe. És akkor majd onnan áthúzunk egyenesen a izébe. Pedro Bay-be. Mert igazándiból ugye az a terv, hogy az összes térképet felfedezgessük. És ahhoz most lényegesen jó úton haladunk.
Na, most itt vagyunk valahon, aztán át kell menni a... ezen az úton... oda. Ezt nagyjából ki is jelölöm, hogy így ne vesszünk el. Meg dolgok. Ha tudok tankolni is, meg itt van egy upgrade benne a bozótba. Kivadásszuk? Vadásszuk ki, menjünk el idáig csak. Beszaggatott? De az a töltés miatt van elméletileg. Szerintem az a, az a, azért, a, hogy töltötte át a játékot, az azért szaggatott be. Vagy hát a rosszabb tudja, mert igazából lassú képkockám is, meg kihagyott is volt. Na mindegy, ha tartós a hiba, akkor azonnal szóljatok, mert akkor nem erőltetem tovább. Mert az a baj, hogy utána hiába ugye visszajátszani se lehet. Tehát konkrétan akkor úgy örökíti meg a Twitch is, hogy, hogy akadozik. Annak meg nem sok értelme van. Jaj! Pif! Megyünk, mint a szél. Pif! Kihasználjuk a... az nekem bőven elég, én majd utána megpróbálom megoldani a problémát. Vagy eszközölni, ha tudom. Igazából azzal tudom csak eszközölni, hogy lelövöm a streamet, hogy ne legyen kellemetlen senki számára. Aztán, ja, hát ez van. Azért mondom, a délelőtt is igazából ezt már simán befejezhettem volna még. Még olyan, mikor lőttem le, 11 után. Hát már jóval 11 után, mert 11.40 körül lőttem le a streamet, és ugye egy ilyen negyed órát még szenvedtünk vele. De nézhetetlen volt, tehát akadozott a hang, a kép, a minden. Úgyhogy nem erőtettem tovább. És ugye ezt csak akkor tudom úgymond újraindítani, hogyha levőm a streamet, mert különben semmit. Tehát... itt van egy ilyen út befele. Aha, itt lemegyünk szerintem is, ezt megpróbáljuk összeszedni. Na mindegy, hát reméljük, hogy ne, ha nem is... hogyha soha nem is fordul elő, vagy na, hogyha nem is szűnt meg teljesen örökösen a probléma, legalább nem jelentkezik túl gyakran. Mert én annak már igazából nagyon tudnék örülni. Be kéne fizetni valami jobb szolgáltatóra, de hát azt hiszem, hogy itt nincs nagyon más. Vagy, ha, amely, vagy ez a jobbik, tehát hogy azért mondom, hogy nem egyszerű a dolog. Megpróbálok átmenni itt a sziklás, vizes medren, hát ha az, az egy jobb döntésnek bizonyul. Ögyni, nagyon helyes, így már jó lesz. Lehet, hogy kicsi... az mi az a dobozott? Hát ez mit keres itt? Itt egy doboz, meg egy zászló. Érdekes. Ez lehet, hogy valamilyen ellátmány. Ilyen túrázóknak, vagy nem tudom. Pitty-putty. Az centiszt ki, úgy. De miért nem dobta föl az ablakot? Most megint elnyomtam szerintem, vagy nem tudom. Úgy. Milyen jó zene szól megint, tök király. A régieket már úgy megszoktam ott Michiganbe, hogy már föl se tűnt, de ezek még úgy tök jól esnek, hogy ilyen tök jó hangulatos meg minden. Na, itt vissza. És akkor irány Pedro.
Úgy né, nagyon király. Na még egy kicsit, úgy mielőtt ellöki, mert az a legjobb, amikor rohanhatok utána. No, akkor így viszont jók vagyunk, mert így már végig tudunk menni. Azt hiszem itt nem kell tankolni, mert drága, meg ilyen dolgok. Úgyhogy csak egyenesen előre. Aztán igazából, hogyha az ilyen kellemetlenebb szakaszokat végigcsinálom, akkor a nagy küldetésekkel már nem lesz annyira... probléma. Aha. Ezt még nem tudom megfogni. Ezt nem lehet megfogni? Vagy ez nem úgy működik? Na mindegy, hát akkor itt át. A kellemetlen részéről ennyit. Aztán itt fölmászunk. Hát mondjuk annyira talán nem is vészes. De gyorsan elkiabáltam. Meg kéne nézni, melyik küldetések azok, amik itt az utakat tisztogatják, és azokra ráfeküdni. Ó, te jó Isten, mi vagy te? Ilyen brutál sártócsa. Nem végeztek fél munkát a játék készítői ilyen téren. Na jó, nem szopatjuk azért végtelenség magunkat, meg én se titeket. Aztán húzzuk itt át magunkat, az egy kicsit gyorsabb talán. Úgy, ez eddig nagyon király. Ezt mindig elfelejtem egyébként használni a csörlőt, mert nem tudom. Mert hajlamos vagyok rá, hogy elfelejtem, és akkor igazából csak szenvedek. Pedig sokat segít. Jó hangja van ennek a kis autónak, amikor felbőg a motorja, hogy így... Csak úgy morog. És akkor innen most mi megyünk úgy balra, ha... Még mindig ugyanazok az égtájak vannak a porondon. De hál' Istennek itt már legalább jó a cső. Az lett volna cumi, ha még itt is szar. Bim bum, pitty putty. Húha, nehezek vagyunk, vagy mi a gyász? És az üzemanyag kút az ott lentebb van, de igazán még arra nincs szükségünk. Elszaladunk erre itt Pedro fele. És erre fele járható az út legalább. Így. És akkor ez az utolsó térkép. Juhú, olyha. Ott úgy nincsen, az jég. Az lehet, hogy jég. Az jégnek tűnik. Hűha, na ez se nagy térkép, csak fogadjunk, hogy szopat. Hihihi, ahogy szokta. Aha, már itt kezdődik a cumi, hogy ott azt tudja, hogy le van zárva, mindegy, odáig elmegyünk, aztán megnézzük, hogy van-e ott quest. Ami segíthet a helyzetem. Ez az út, ez itt direkt ilyen... Ilyen. Hát ha ide nem láncos gumival jövök, ez itt úgy csúszik le, mintha izé lenne. Taknyon próbálnék menni. 1000%.
Ez meg itt elvetleg azt mondja water, de szerintem ez... Ah, hát ez meg van fagyva. Juhi! Benne szakadj! Bazd meg! Ha ott volt egy kis vizes része, de egyébként meg mint az állat úgy veretünk. Mennyire kemény már, hogy így a vízátfolyások meg vannak fagyva az úton. Aha, hát odaig fő se kell menni. Jó, van, le is accepteljük. És akkor innen jön a... Listen Lens. Ja, elmegyünk itt erre az úton, aztán meglátjuk, hova visz. Ez úgy néz ki, mint ami esetleg még... Hát nem. Pont nem olyan, ami... Ami igazán tuti. Na mindegy. A lényeg az, hogy erre főfedezünk. Aztán veled itt mi van? Te itt mit akarsz nekem adni? Ne idegesítsi már. Dangerous route. De megy. Úha, hogy ott is kell izé híd. Na jó, van, akkor arra biztos, hogy nem megyünk. Olyan térképpel még nem találkoztam, ami nem volt felfedezhető, mert addig, ameddig nem építettél meg valamit, úgyhogy szerintem ezeket itt mind lehet eszközölni. Legalábbis remélem, hogy olyan. Hát ez tarthatott volna tovább is ez az oszlop, de hát ennyi. Nem baj, megy az. Hú, de kevés van már benne, basszus. Elpöfékeltünk. Hát nem akarok hülyeséget mondani, de szerintem ha egy ilyen 900-ast... Szerintem egy, vagy majdnem két, hát más felet. Meg ami alapból mondjuk egyszer benne volt. Szerintem egy olyan 1300 litert biztos elpöfékeltünk itt a felfedezések során. És azért mondom, lehet, hogy még karcsút mondok, mert ugye még nem vagyok egészen készen. Ha ez teljesen kifogy, akkor már ott volt egy másik, amelyikből ugye szotyókáltam. Úgyhogy, ja, hát ezt mind ki kellett volna fizetni, akkor sokba került volna. De lényegében mondjuk annyi apró kis feladatot megcsináltunk, hogy, hogy ezeket úgy mondjuk állja. A felfedezési költségek azok megvoltak. Azokat fedezték ezek a vontatások, amiket itt csináltam. És megint sötétedik, hogy égjen ki a szemem. És már nem is látom, hogy itt van-e út, vagy nincs. Aha, nincs. Mondjuk jobb, mint a semmi. Lehetne sokkal rosszabb is. Át kéne menni, azt utána megnézni, hogy merre van az irány, mert nem akarok megállni a legmélyebb ilyen izébe. Havas plac közepébe, mert aztán hát, ha nem indul el. Dolgozik ez rendesen. Itt valamit ír, csak nem tudom elolvasni. Húha. Pedig pont arra kéne menni. De mondjuk itt nem már látszik a torony, úgyhogy... Hát csak vinni kéne magammal azért a utánfutó szerintem. Itt is van egy trailer, oda kinézünk szerintem. De úgy nézünk ki, hogy odaig nem rángatom el. Oda kimegyünk üresen. Ja, ez a quest, ez fő van véve. De itt van egy trailer, ami meg van pakolva faszályosan. Igen, ez megvan már. Jól emlékeztem, vagy jól sejtettem. Ja. Látom. Elég instabil sajnos. Egyelőre visszaáll, tehát próbálja tartani azt a 30 FPS-t, csak helyenként ilyen buzi.
Goose ennek semi-trailer. Mi bajod van? Milyen hosszú ez, de jó Isten. De köszi, hogy szólsz. Igazából lényegében nem tudok ellene semmit tenni, csak... Csak hogyha tudok róla, akkor maximum nem erőködök. Igazából azt figyelgettem, hogy alapvetően, amikor ugye nagyon durva, az ugye a péntek, szombat, akkor ugye eleve szerintem a hálózat jobban ki van használva, olyankor azért, ha szerencsém van, akkor nincs gond, de ha rajtam kívül más is van itthon, akkor már azért előfordul. Hiába az a baj, hogy hogyha... Köszi szépen, Golyó, köszi, hogy bejöttél. És köszi, hogy... Köszi Metaxának is még egyszer, hogy átküldött ide titeket. Meg mindenkinek, aki segített azzal, hogy átjött feliratkozni és nézni legalább egy kicsit. Úgyhogy ja, valószínűleg a nettel lesznek itt problémáim a továbbiakban, hogyha ez nem javul. De valamikor meg tök jó, mert hónapokon keresztül semmi probléma nincs belőle, tehát hogy nem mindig tudom eldönteni, hogy mi van amerre. Aha, majdnem elmentem a rossz irányba. Jó, hogy időben ránéztünk a térképre. Csúnya lett volna elbaszarintani, mondjuk még így is el van baszarintva az ív, de legalább nem a kanyar. Csak azért hozom magammal ezt az üzemanyagost, mert szerintem visszafele menet nem erre lesz, tehát hogy nem erre fogok kijutni. Húha. Ameddig a gitár szól, addig csak a tábortüzet kell elképzelni, és már minden fasza. Jó, most akkor bekorángatjuk a másik irányba is. Mondjuk ott jó lenne, ha látnék valami fát. Azt nagyot nem látod. De hogy nem. Így mondjuk nem jó, de legalább szar. Úgyhogy kicsit megpróbáltam megpörgetni az eseményeket azzal, hogy csörlőztünk. Valamennyit biztos segített. Watchtower. Launch Observation. Ez már majdnem olyan király egyébként, mint az Assassin's Creed-ben a toronyugrás, de... De azt azért nehéz überelni, na. Aha, tehát itt van egy híd, ami eleve le van borulva. Tehát ezzel nem igazán lehet mit kezdeni, úgyhogy itt fogunk átmenni ezen a jeges genyón. Meg ezen a csodaklassz szakaszon itt. Mondjuk idáig, aztán onnan újra tervezés, mert fogalmam sincs, szerintem ki kell jönni ide. Valamilyen úton, módon, aztán majd úgy vissza. Még nem tudom, hogy hogy. Ha itt hátul nem köti át, akkor cumi, mert akkor vissza kéne jönni ezen az úton. Ami nem lesz fasza. Mert akkor gyakorlatilag az első olyan térkép, ami pontosan azt teszi, amit az előbb leírtam, hogy csak akkor lehet felfedezni egyáltalán, hogyha elkezdi az ember az utakat megtisztogatni. Hú, hát ez gyönyörűen néz ki, ez a fás rész itt. Ez itt baj lesz. Nem is lett annyira nagy baj. Egész jól átszenvedte ott magát. Aha. És én azt gondoltam, hogy majd itt erre át.
Mondjuk van itt út, úgyhogy talán nem lesz baj. Hiába ez a kocsi, ez már offroader egy ideje, ki van építve. Mondjuk én egy kicsit többet kanyarodnék azért ennél, mint amennyit ő tesz, de azért jó lesz ez így. Az a baj, nehéz még így is az utánfutó, és húzza a seggét, és így az első kerekekre sokkal kevesebb súly jut, ezáltal nem is igazán szeret tapadni meg ilyenek. Mint ahogy most is itt a kavicsokkal eljátszott a mutatványt. Ez jó, de ez nem is volt olyan rossz eddig. Ez még lesz, ez még lehet, hogy csak most lesz rosszabb, de akkor meg már jó helyen vagyunk, úgyhogy nincs gond. Jaj, néni kéddel, csak előre. Piros volt a paradicsom, nem sárga. Magyarország előre megy, nem hátra. Ez a szkút is előre megy, nem hátra. Na jó, befejeztem, mert aztán meg anélkül pannónak, hogy észrevenném. Ja, Istenem, gyerünk, gyerünk, nyomjad, nyomjad, bazeg, nem állunk le. Mondjuk amennyit én itt jobbra-balra így az ilyen sáros szakaszokba tekergetem azért a kormányt, azt egy rendes kormány nem tudom meddig tolerálná tényleg, tehát hogy szétkopna csak attól, hogy csak egy, mit tudom, egy hónapig ezzel játszok. Mitől lett drágább? Attól, hogy énekeltem? Szia, David! Hát, ha már te se tudod, de igen. Azért a te korodban még a memóriának kicsit jobban kéne működnie. Na, úgy. Úgy, de jó vagy. Na, úgy nagyon pattog, az a baj, hogy inkább megyek lassabban, de nem akarom, hogy itten beboruljam. Köszi még egyszer! Elpirultam, eskü. Ezért nincs facecamom, mert ilyenkor nem tudom hova piruljak. Hogyha azért túlzásban essünk, de köszi tényleg. Hello. Azt mondod, mi van, én meg itt megyek előre? Hiha. Hát figyelj, David, ez... Hát furán hangzik, igen, az biztos, de hogy így... Nem szoktam ilyen ajánlásokat kapni.
Igen, mertem remélni. Maradjunk a pacsinál inkább, jó? Aztán az úgy kielégítő. Már megint bugol a textúra, de rossz. Úgy. És a Pacificre kaptunk valami Advanced Special lószarváltót. És nem tudom megnézni, hogy mihez jó még. De ez gyakorlatilag szinte mindenhez, úgyhogy azért megérte ide bekanyarodni. Most vissza. Vagy valami olyasmi. Na, te... Ja, jó van! Két Dávid megtalált egymást, vagy na, megtaláltátok egymást. Nem szerkesztett a chatem, úgyhogy igazából nincs pillanatnyilag nincs jelentősége, mindenki azt csinál, amit akar. Én bírom, hogy milyen dőlésszögekkel tudnak közlekedni ezek a cuccok. Most mondjuk lehet, hogy csak az utánfutó tartja egyenesben, de nem baj. Lényeg, hogy megyen. Most hova tartok? Ja, ide ki. Itt nincs utánfutó? Talán nincs. De lehet, hogy el kéne... Ott valami rohad a sárba. Ide bekanyarodunk szerintem a telepre, veretünk egy karikát, vagy hát ha van itt valami. Már nem akarok külön visszajönni, hogyha véletlenül igen. De ez a telep, ez döglött konkrétan. Itt semmi nincs, még felrakó se. Mi a szar? Itt nincs semmi. De nagyon semmi. Azt a fordulóívet, hogy kitaláltam, te jó ég. Mondjuk konkrétan egy panelháznyi helyen fordultam meg egy ívbe, de egy ívbe meg volt az a lényeg. Azt mondom, hogy most minden itt, de szép volt. Na viszont akkor itt van. Merre kell itt mennem? Aha. Tovább a susnyásba. Hova máshova. Viszont, nem tudom, ide most érdemes, ide most érdemes tovább vonszolnom a cuccot. De nem akarom lerakni, mert nem látok semmit abból a részéből a pályának. Már elég sokat elpocsékoltam ebből a tartályosból. Na nézzük, hogy erre mi van. Van valami balhé. Pedig nincs messze a torony elméletileg. Hát de itt valami útépítős balhé van, az nem biztos, hogy egészséges a mi részünkről. Nem lehet eljutni arra vajon, vagy mi itt a téma? New objectives. Wooden planks. Azt hova? Aha. Ja, fallen electric pile. Az jó, az nem probléma. Idáig elgurulunk. Idáig, aztán utána megyünk majd itt ki szerintem. Itt valahol kijutunk oda. De egyelőre csak haladjunk, hogy lássak valamit a térképből. Ha közelebb érünk, az már sokat segíthet. Az a jó, hogy ő alapvetően úgy fedezi fel a térképet, hogy látja azt közelről, amit amúgy mondjuk tényleg látsz,
és egyébként még egy kicsit itt túllát a fákon is, tehát, hogy ne szopasd le magad annyira, ha most megnézem, akkor lényegében már látom, hogy mi az útvonal, és ez így tök jó. Viszont akkor megint azt csináljuk, hogy ezt itt hagyjuk, és üresen megyünk be. Mert hát át lehetne itt vágni valószínűleg a susnyáson, és valószínűleg metaxa, és sokan mások meg is tennék, én inkább körülmegyek. Lehet, hogy erre se sokkal könnyebb, de én ilyenfajta hülye vagyok. Hát hó, az van itt is, ahogy elnézem. Hát sokkal ideálisabbnak nem mondanám ezt az útvonalat, de talán azért valamivel jobb lesz a végeredmény. Úgy. Hát, hogy nem fogunk inkább rohanni itt a kanyarba. Ki tudja, mi van a túloldalán. Semmi jó. Úgy nagyon király. Lassan, mert ez is buckanós. Aha, hát ha ebbe beleszaladtam volna, akkor abból lehet, hogy lett volna egy tente baba. Elfeküdt volna szépen a hóba a járgány. Az ott dobott volna olyat, mint állat. Na most már itt ide gurulhatunk. Úgyni. Ott egy upgrade. Egyből a sarkon. Csak úgy oda nézek, azt ott van. Mi ez a sok cuccit körülöttem, te jó Isten. Mutasd magad. Lost car delivery. Warehouse loading. Milyen autó vincs? Az alatt mire gondolsz? Van olyan is, hogy magától dolgozik, vagy... Family treasure. Jó hangzik. Igen, ahogy az előbb betagsza is mondta, nem szállhatnék ki és mehetnék oda gyalog, mert hogy konkrétan ezerszer könnyebb lenne. Sokkal. Itt ott van az út a túloldalon, de én nem akarok odáig szenvedni. Most mondjuk pont azt csinálom, de én csak a izék akarok jönni. De ez az, ez az autonóm. Úgy hívják, hogy autonóm. Ez pontosan az. Úristen, milyen cuccokra találunk itt fejlesztést. Aztán olyan messze vagyunk tőle, mint a ház. Ez az. Ez a villany cuccos. Ezen az van. Ez az önmentős, vagy hogy hívják ezt. Vagy hát én úgy szoktam, hogy ilyen önmentő cucc, mert akárhol főborulsz, akkor ugye ki tudod magadat menteni. Gyengébb, mint ugye az izé, meg nem lehet olyan messzire láncolni, de megéri főpakolni, mert tényleg jelentős lamasztikákból tud kihúzni. Fú, hát ez nagyon jó volt, hogy ugrált a kép. Szerintem kell a nap, mert kezdek látni. Tök jó, hogy ilyen koszos a hó itt. Aspirinnek. A fejfájás csillapi. Ja, jó, egyébként ez is jó. Igen, ez sem hülyeség. Fejfájás csillapító. Ajaj, hova mész? Nem arra megyünk, hello. Úgy már jó lesz. Szuper. Kicsit elindult. Úgy bele a világba szegény autó. Azt hitte, hogy lehet, de nem lehet. Szerintem ezen a valóságban már túl sok festék nem lenne, ahányszor én ezzel főborultam, meg elsüllyedtem, meg... Hú, volt vele minden. Hány torony van még? Kettő?
Hozzá kell tennem, hogy akkor gyakorlatilag föl van fedezve Alaszka, ilyen szempontból. Hogyha ez a kettő is megvan. Az úgy mindenképpen jó. Jaj, lassan apukám, mert ez is kavicsos ám, mint az állat. Na úgy, innen mindjárt kim vagyok. Nem is néztem, hogy akkor itt most átjutok-e itt a keleti irányba, vagy hát a tököm tudja, a térkép, ahogy most áll innen nézve balra. Vagy valami olyasmi. Aha. Hát erre elindulunk. Csak ezek most nem tudom, hogy Lost Card River, ez most egy izé. Ezek hogy vannak itt? Mert ezt a questet fölvettük. Old Mac and Drowned Car, Family Treasure. Ezeket lehet, hogy föl kéne vegyem most, lehet föl is veszem. Mert itt aránylag gyorsan vissza tudok menni. Csak össze kéne szedni a üzemanyagos kordét. Bocsánatot kívánok, csak családi információ átadás történt. Megtörjük a másik irányba, így. Alászedjük, így, és akkor megtekerjük. És hát igen, az az igazság, hogyha úgy fordulna, ahogy kéne, akkor nem törne meg azért ennyire, de mindegy, most itt ez így alakult. Nem, akkor itt visszakocogunk azért, itt úgyis van aszfalt, ha jól emlékszem, vagy valami normális út. Ja, aszfalt az nincs, de talán normális az út. Ha elnézem wooden plankot, azt itt is lehet fölvenni. Mert akkor ez, aztán utána visszafele itt akkor bejövünk, aztán fölvesszük ezt, és úgy megyünk tovább. Csak azért aktiválgatom le ezeket a questeket, hogy későbbiekben már ne kelljen odamászni még egyszer, hogy hello Mizu, ja jó, akkor majd jövök a kamionnal, mert hogy most fölösleges lenne kétszer körbe menni lényegében. Hopp, véletlen volt. Néha elcsúszik az ujjam, aztán az akkor oda kötöm magamat valamihez. Ez történt már meg nagyobb sebességnél, és jó nagyot tud repülni a teherautó tőle. Ja, itt voltunk bent. Itt volt a semmi, csak a egyéves körbepörgő futó. Szervíz, azt írja. Ezt nem találtuk meg, de jó. De jó tudni, hogy van. És itt kéne majd bemenni a házhoz. Jaj, de jó. Hát, te meg mi vagy ott? Itt is egy Hammer van, és mit csinálsz? Ezt akarom. És át kell vontatni oda a világ másik felére? Hát ez... Jó, köszönöm, nem kérjük a információt. Megyünk visszafele. Arra előre. Wow! Hát vissza kell
venni a diagér, ami fordul, hogy csak mivel azért van maga magasra állít, érkeny, hogy egy picik nagyon az asztalom. Azt mondja, no trespassing. Hát most itt akkor is átmegyek, tehát sorry. Akárki akármit is mond. De van dolgunk. Ja, aha, látom. Most megint ingadozik. Ja, helyenként így megzuhan. Ma egész nap ilyen. Lehet, hogy karbantartás van valahol azért ilyen szar, de... De ha úgy marad, akkor lelőjük. Mert akkor nem érdemes csinálni. Úgyhogy élvezhetetlen. Na mutasd, mi van. Azt mondja, hogy ide kell hozni ilyen családi ékszert. Valahonnan a picsából. Nagyon jó. Majd egyszer, jó? Majd szólok, ha megvan. Addig üljetek itt nyugodtan. Bírom, hogy picit akarok csak rákorrigálni, és azonnal bebicsaklik a trailer. A nagyobbaknak talán egy picit jobb a fizikája, de ezeknek a kicsiknek borzasztó. Elindulunk itt merre. Remélem, hogy járható az út és nincs semmi leborulva. Akkor tényleg nem tudom, merre kéne menni. Van itt valami útszerűség, oda kell képzelni. Az a lényeg, hogy a térképen ott volt, úgyhogy hiszünk a térképnek, aztán átmegyünk valahogy. Méghozzá. Júj. Jó, de ahogy elnézem, járható a cső alatt. Mert ha még az is megállja, az lesz. De egyelőre jó. Ezek a havak mondjuk ide pont ideálisan vannak így itt, így megtorpanva. Nehogy véletlenül jó legyen, föl tudok én itt mászni a sziklára? Mert akkor itt ezt lehet egy kicsit így... Ez nem volt feltétlenül hülyeség. Még ha nem is sokat, de valamennyit segített a helyzetem. Hát itt most kettő lehetőség van, itt állt ezen a fán, vagy ott a másik oldalról, de nem megyünk bele a nagy hóba, hanem muszáj, itt megpatkázzuk inkább a gumit. És akkor elmenetleg így megúsztuk a nehezét. Valami ilyesmi lett volna. Azt, hogy eltűnt. Azt mondta, hogy most elnyelte a főd. Legalább fő van szerelve ez a átjáró, úgyhogy nincsen baj. Kíváncsi érnék, hogy hány méteresre teszik. De ez talán több mint 4. Hát ez több mint 4. Akkor itt még az emeletes busz átférne. Emeletes busz. Nehéz kimondani, próbáljátok meg gyorsan. Emeletes busz. Sok az S benne, aztán úgy... Az ember nyelvtörő. Hol a gyászba vagyok? Ó, jó úton, tökéletes. Az ott egy jégplacnak a közepén van. Be se jelölöm, hát ezt mindjárt meglátjuk. Hop.
bizony, hogy ott volt, az, az nagyon kiszúrtuk. Semmi nem akadályoz meg, hogy ide bejöjjünk. És nyomjunk egy C-t. És mihez való ez? Royal BM 17. Nem ezt kaptuk meg a másik térképen? Nagyon király. Úgy. Ja, itt haladhattunk egész normális tempóval is. Feljebb lehetett kapcsolni. Mindig laggolunk? Hát... Most nem marad ki talán képkocka, ami jó. De attól függően, hogy beesünk 30 FPS-re. Na mindegy, úgyhogy lehet, hogy akkor az lesz a mai projekt, hogy... Hogy akkor felfedezzük ezt az utolsó két tornyot, aztán majd, nem tudom, holnap hát, ha szebb jövő köszönt ránk, és akkor... És akkor nem lesz ebből gond. Mert... Annak nem sok értelme van, hogy így... Így nyomjam. Itt le is parkolunk, ez ott így nekem tökéletes. Aha, ja, közben nézem, hogy mennyire... Azért, ha elmegy a hangok, úgy tabolok, de hogy igen. Uff. Hát úgy pénteken még lehet, hogy leszek délután. Holnap után csak délelőtt. Csütörtökön délután. Aha, most nagyon röcög. Most lehet, hogy nem is hallasz rendesen akkor, hogyha... Aha. Most megint hulladék, ahogy elnézem. A hét, igen, az a lényeg. Aztán... Jövő héten majd csak... Hát jövő héten még nem ígérek előre semmit, mert... Valamikor szerdán érek haza. Na, tényleg? Az teljesen jó. Jó lenne, ha ez nem lenne ennyire körülményes, mert ma direkt vissza van véve azért a bit, hogy mekkora izével küldje ki. Ott egy izé fuel carrier. Meg van ott valami más is. Oda el kéne gurul. Ó, már látom, mi lesz itt a probléma. Aha, az. Megint át kell valahogy surranni. Mindegy, elszaladunk oda a telepre. Aztán felfedezzük ezt az utolsó tornyot. És mivel ilyen körülményes ez a mai nap, hát én a melóba is tudok pihenni, ne aggódj, tehát, hogy... Sokan azért nem mondom, hogy nem... Tehát nem mondom, hogy nem nehéz meló, azért... Nem egy egyszerű dolog sem buszt vezetni, sem pedig kamiont se. De hogy így nem fogok belerokkanni azért valószínűleg. Ja, ez meg questhez való, akkor ez biztos, hogy... Majd csak akkor aktiválódik, amikor szükség van rá. Mi a szar ez egyáltalán, te jó Isten? No, és akkor itt valahol át kell majd sunnyogni a cső alatt megint. Mert ez cumi. Közben ránézek. Aha. Jó, hát folyamatosan szar, úgyhogy... Úgyhogy megyünk, megcsináljuk az utolsó tornyot, aztán ennyi, tehát ez így marad. Nem tudok vele mit csinálni sajnos. Főgyújtom, legszívesebben főrúgnám, de... De nem tudom, hogy most miért csinálja. Eddig akárhányan voltunk itthon. Azért annyira csak nem. Amennyit tudok, úgy is vagyok, tehát ezzel nincsen gond. Szeretek itt lenni, szeretek itt csinálgatni ilyesmit, úgyhogy...
amennyit lehet jövök. Aztán, ja. Sajnos dolgozni is kell még. Tettem volna, hogy feltöltöm a beta. Ezt a tartályt, ezt a picit. De teljesen kiment a fejemből, úgyhogy... Az a kérdés, ez itt átfér-e? Mondd, hogy átfér. Át kell, hogy férjen. Át fog férni. A scriptelt néni kéret azt. Nem fér át. Nem, egyébként fizikailag se, tehát, hogy... Nem csak a... Azzal van a baj, hogy naív voltam, hanem azzal is, hogy bajok vannak. Úgy. Lemegyünk itt a folyómederbe. Azt itt a kavicsosan megpróbálunk átröppenni. Az szerintem működhet. Csak ne automatában legyünk, mert az sokat nem segít. Ha itt se férsz át, megverlek. Most, hogy megrántjuk. Na, oda visszafordítom. Ez így eddig jó is. Micsoda trükk. Csak akkorák a kövek, hogy nem tud átlépni rajta. Na, most felakasztottam, de rendesen. Úgyhogy jöhet a csörlő. Az mi az a csík ott? Ajha, egyre több az ilyen... Ojha! Egyre több az ilyen bug. Hűha, ott egy kicsit belátni a térkép alá, de nem meg ilyenek. Nem baj. Most ilyen cheat, hogy a hátulját húzom és megpróbálom ezzel előrébb juttatni magam. Lényegében működik. Oké, szerintem már kin vagyunk. És hát én azt mondanám, hogy ez már így jó. Közben, úristen, közben nagyon akadozik. De most már akkor oda elszaladunk, aztán ezt akkor megint lelőjük. Majdnem mondtam, hogy ebbe a hóba egész jól halad, aztán egyből megállt. Úgyhogy, ja, akkor ezt itt még nézzük egy darabig, hát ha remélem annyira nem, talán nem laggol. Sikerült annyira középen jönnöm, hogy lényegében semmit ne érjek el még csörlővel se. Hát ez úgy, ennek az úgy sokat nem segít. Igazából halad, csak nagyon szépen lassan. Na, meg tudom, ó, megindult, jó van. Itt kéne rájönni, hogy hol van ez a torony.
Fogadjunk, hogy itt jobbra bent. Na gyorsan megkergetjük ezt a dolgot. Service, warehouse, van itt minden. Mondjuk, ha ilyen lenne az út, akkor az nem lenne baj. De már most nem olyan. Fú, te jó Isten. Jó van, köszi Balogh Dávid, köszi szépen. Aztán remélem, hogy holnap nem fog laggolni. Úgyis lelőjük mindjárt. Pont emiatt. Azt éppen elérte, azt éppen. Kell itt nekem menni. Hűha. Megyük egyelőre odáig. Mibe akadtál meg a bozódba? Megverlek. Ne legyél hülye. Tudod, hogy a bozódba nem illik megakadni. Azért rám. Csak ügyesen. Hogy. Hát azt ez mi ez itt? Itt van valahol a bozót túloldán a torony, de nem látom. Itt is van valami rakodó állomás. Ó, de jó, pont a másik irányba kellett volna jönni. Wooden planks. Ajaj. Na jó van. Itt most annyit csinálunk. Hogy átvágunk a hegyem. Mert itt, ha már most ebbe szarintottam. Lükverc, te barom. Mert itt van egy likit átlátok, itt megpróbálok átsúrranni. Meglátjuk, hogy a fák mennyire segítenek ebben, illetve mennyire tartnak be. Egyelőre talán jó. Aztán ember legyen a talpán, aki itt visszatalál. Á, ott a torony jó van. Kéne még láncolni. Mondjuk így. Jó. Ezt a kis fát ki tudom én így taposni, hogyha így neki megyek. Talán igen, talán nem. Jó, talán meg lesz. Meg az is lehet, hogy főborít, de sok mindenre van lehetőség, hogy elnézem. Na, hello. Azért rám, add már meg magad. Ne erőszakoskodj, légy szíves. Mikor elkezdtél ülni, még nem gondoltad, hogy egy hülye pont erre jön, de mindegy.
Erre mondjuk jó, hogy nem hoztam át az utánfutót. De cserébe jó hülye helyen hagytam. Na. Meg is vagyom. Kérem szépen. Ez ott az utolsó torony, ha minden igaz, itt Alaszkában. Ezt mindjárt gyorsan tudjuk csekkolni is. Így van, mind a 16 megvan. Úgyhogy innentől kezdve már csak a dolgokat kell csinálni, meg hát nagyon remélem, hogy majd helyreáll az internet, és akkor nem lesznek ilyen nagyon durva képkihagyások. De addig is akkor viszont mára ennyi szerintem. És akkor majd innen fogjuk folytatni. További szép estét mindenkinek, kitartást a hétre. Ha hónap délőtt minden fasza lesz, akkor talán megint bejövök. Úgyhogy a legközelebbi viszontlátásig. Sziasztok!